napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, külön köszöntöm a debrecenieket, az ország minden részéből érkezett taktársakat, aktivistákat, szimpatizánsokat, párton kívülieket, mindenkit, akinek világnézettől függetlenül fontos ez az ügy, hiszen ez nem csak egy gigaberuházás, hanem a gigaberuházás, és ennek a tavaly május 2-án megkezdődött parlamenti ciklusnak a legfontosabb közügye, a legfontosabb közéleti feladat pedig az, hogy valamilyen úton, módon meg kell akasztani a fogoskerekek jól bejáratott működését, és a szó jó értelmében véve nem is lehet más célunk, mint hogy jó, vastag, erős vasudat tegyünk ezen fogoskerekek közé, és az, hogy a Mi Hazánk népszavazás kiírására vonatkozó kérdését gyalázatos, hajánál fogva előrángatott, megerőszakolt, mondva csinált, a jogász és a közigazgatási szakma szégyenét jelentő módon utasították el, az pontosan arra világít rá, hogy semmi okunk arra, hogy elcsüggedjünk. Az a céljuk, mint a horgásznak kifárasztanak minket, kis halakat, közepes halakat, nagy halakat, mindegy. Nem is az az érdekes, hogy az ő fejükben mi mennyire komoly ellenfélként élünk, hanem az, hogy ha nem látnának veszélyt abban, hogy egy népszavazási kérdést átengednek, ha úgy gondolnák, hogy úgyse lenne meg a szükséges számú aláírás, vagy ha meg lenne, úgyse lenne érvényes és eredményes a népszavazás, akkor bátran teret engednének az egésznek, hiszen számukra nem lenne tétje. De azért izlegessünk néhány sarokszámot. Legalább az indulásnál 3000 milliárd forintos üzletről beszélünk. Amire mondhatjuk azt ismerve a töretlen hagyományokat, mire odaér ez lesz 4000, 5000, 6000, vagy ki tudja még hány ezer milliárd forinttal több. Hát ez biztos, hogy nem áll meg 3000 milliárdnál. Indult néhány 10 milliárdos állami támogatással, majd a január 20-ai közmeghallgatáson már 157 milliárdokat hallottunk, és legutóbb már 350 milliárdra növelt összállami visszaremtérítendő támogatásról beszélünk. Na hát ez is lesz még sokkal több, hogyha ez a folyamat tovább folytatódik. Óriási biznisz. És tudjuk azt is, sajnos nem tudjuk bizonyítani, ez a tehetetlen dű folytogat minket sokszor, hogy nem tudjuk bizonyítani, nem vagyunk nyomozóhatóság, nem vagyunk titkosszolgálat, nincsenek leplezett nyomozati eszközeink, amelyek ugye a napokban megindult Schadl-Völner ügy mutatja, hogyha akarják, tudják alkalmazni ezeket az eszközöket, és hogyha alkalmazzák úgy, ahogy az kellene, akkor van hatása, van értelme. Hát nem tudjuk bizonyítani, hogy ebből a több ezer milliárd forintból magánzsebekbe kinek mennyi jut, és milyen formában, de az biztos, hogy jut. Nagyjából az elkövetői kört, a bűnözői kört a debreceni Fidesz maffia meg azon túlterjedő országos maffia hálózatot is nagyjából föl tudnánk rajzolni, de jelen pillanatban objektív, exakt bizonyítékaink nincsenek. Hát ezért annyira fontos ezeknek a szereplőknek, hogy mindenképp pártolják. Egyrészt az üzlet miatt. Másrészt azért, mert gondoljunk bele abba, hogyha a Fidesz fővárosában, Debrecenben nem tudják átvinni a politikai akaratukat, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy országosan is belebuktak az egész történetbe. Tudják ők is, hogy mindezen felül, hogy tovább emeljem a tétet, ez nem csak egy helyi ügydöntő népszavazás lenne egy sok ezer milliárdos gigaberuházásról, hanem népszavazás lenne a kormány gazdaságpolitikájáról. És egy komoly ütközet lenne két teljesen eltérő világnézetről. És itt álljunk meg egy pillanatra, aki azt hitte, hogy az elmúlt 13 évben a két eltérő világnézet, az a Fidesz és a baloldal között áll fenn, az most láthatja, most a József Attilai kétszer-kettő józansága húlhat mindenkire, hogy ez nem így van. És akkor kapcsoljon be a vészcsengő, meg a józan parasztész mindenkiben. Önök szerint, szerintetek, kedves barátaim, a DK miért kussol ebben az ügyben? Mit csinálnak? Beadnak egy bágyat fegyelmi eljárást a polgármester, a debreceni polgármester ellen, egy Fidesz által leuralt környezetben, hát gondolom most aztán Pap László bokáig összecsinálta magát ettől az indítványtól. Mit fognak elérni? Semmit. Kötszurkálás történik. Figyelemeltelés, a saját szavazóikat is becsapják, hiszen azt mondják, hogy majd ezzel megállítják a Pap Lászlói akaratot. Dehogy állítják meg. Hát pont az a céljuk, hogy eltereljék a figyelmet, és közben lepacsiznak a Fidesz-szel. Mert mind a kettő globalista párt. Mind a kettő a globális nagytőkét támogatja. Mert ez nem így lenne, akkor közülük valamelyik mondjuk támogatná a kis és közepes családi gazdaságokat, támogatná a magyar termőföld védelmét, támogatná az élelmiszeripart. Egyetlen párt maradt állva a politikai palotán, egyetlen komolyan vehető és egyre komolyabban veendő párt, ez pedig a Mi Hazánk Mozgalom. Hiszen termőföld nélkül nem fogunk tudni élelmiszert termelni, és magyarázhatják nekem, hogy az akkumulátorgyártásban van a jövő. Hát nekik, azt elhiszem, ahogy az előbb mondtam. Elfelől kétségem nincs. De egyszerű a történet. Akkumulátor nélkül meg lehet élni, ennivaló nélkül nem. Ennyire rohadtul egyszerű ez a képlet. Abba pedig nem is akarok mélyebben belemenni, hogy a globális nagyvállalatok által diktált legújabb trend az aksi gyártás, meg az elektromos autógyártás. Aztán, hogyha megnéznénk, hogy egy elektromos autó meg egy akkumulátor mennyire terheli a környezetet egy teljes életciklus során, akkor valószínűleg azt látnánk, hogy sokkal jobban, mint mondjuk egy hagyományos benzinüzemű autó. Emlékszünk 30 évvel ezelőtt, amikor mindenkit belehajszoltak abba, hogy dízelautót kell venni, mert az a jövő, akkor éppen az volt a jövő, akkor azzal hűítették a népet. Mert az lesz a környezetbarát, az lesz az olcsóbb. A benzinesek azok megzabálják a pénztárcánkat, aztán mi derült ki? Hogy azok az adatok, amelyek a dízelautókról szóltak, azok gyakorlatilag laboratóriumi körülmények között mért adatok, olyan körülmények közöttiek, amelyek a valóságban soha nem állnak elő. És lehet, hogy ugyan a fogyasztásuk kisebb, alacsonyabb, de a dízelautó föntartása az alkatrészigénnyel, a gyakrabban előforduló hibákkal sokkal többe kerül egy teljes életciklus során, mint egy benzinautó, egy benzinüzemű autónak a föntartása. Na, ahogy megszivatták akkor ezzel gyakorlatilag az egész világot, vagy legalábbis Európa jó részét, mondjuk az amerikaiakat pont nem, mert ott még mindig talán nem is véletlenül, az alaposan műszaki ismeretek miatt a benzinautók még mindig igen nagy mértékben elterjedtek, most ugyanezt csinálják velünk. Most majd az elektromos autó lesz jobb mindentől, és az akkumulátorok lesznek mindennél fontosabbak. De hogy amíg az akkumulátort előállítják, amíg a teljes életciklusán keresztül megy, hogy mennyivel jobban terheli a környezetet, mennyivel jobban szennyezi, arról nincsenek objektív összehasonlító tanulmányok, de ide a rozsdásból, hogy sokkal jobban, mint bármi más. És aztán majd 10 év múlva, 15 év múlva kiderül, hogy hát mégiscsak környezetszennyezők kitalálnak egy újabb hülyeséget. Elő fognak állni majd újabb gyárakkal, és majd az ilyenek meg itt maradnak. A teljes szennyezéssel, a lommal, a mérgező anyagokkal, a teljesen elszennyezett talajjal, a lecsökkentett talajvízszinten és sok minden egyébbel együtt. És akkor majd új dologgal fogják etetni a debrecenieket, meg általában a magyarokat, meg Európa valamennyi nemzetét. És ezt korlátlanul el lehet játszani, hogy mindig éppen új trendeket, és az abból befolyó hasznot próbálják majd zsebre vágni és reklámozni. Én abban a furcsa vagy sajátos helyzetben vagyok, hogy egyszerre vagyok családi gazdaság tagja, vagy családi gazdálkodó, tehát van némi földtulajdonom, igaz, hogy kicsivel arrébb a Romániának nevezett államonokulat határán, a Szatmári térségben, tehát van némi közöm, meg erős családi kötődésem a földhöz, és ugyanakkor jogász is vagyok. És azt tudom önöknek mondani, hogy bár úgy tűnik, hogy valóban szélmalomharc az, amit nekünk meg kell vívni, de ebben a szélmalomharcban nem mi fogunk elfáradni, és szerdán ugyan elutasíthatták a népszavazási kezdeményezésünket, ami megint mondom, jegyezze meg mindenki, annak a jele, valószínűleg annak a jele, hogy a belső, nem publikált kutatási adatok szerint esély lenne a szükséges számú aláírás összegyűjtésére, és egy ilyen helyzetben arra, hogy érvényes és eredményes népszavazás történik, ami megakasztaná ezt a gyárat, ami beláthatatlan politikai lavinát indítana el, beláthatatlan következményekkel járna a Fidesz szempontjából a következő önkormányzati választásokon, ami jövőre lesz, EP választásokon, ami jövőre lesz, és az országgyűlési választásokon, ami jelen állás szerint 3 év múlva lesz. Ezért próbálnak minden áron keresztbe feküdni ennek. De mi a szerdai elutasítás után csütörtök reggel Salánkiné Kuti Zsuzsanna jóvoltából 8:30-kor beadtunk egy másik kérdést, amelynek az elbírálására szintén várunk, és amely kérdéshez nagyon hasonlítót egyébként ősszel egyszer már átengedtek. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogyha ősszel ugyanilyen jogszabályi környezet megfelelt, ha ezt el akarják utasítani, akkor mivel fogják indokolni? És azért se csüggedjen senki, mert a kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, azt is, amit elutasítottak, és jogorvoslattal megtámadunk a debreceni törvényszéken és az alkotmánybíróságon, ez az egyik vonalvezetés. A másik vonalvezetés az új kérdés benyújtása, és mindegyikben van egy közös elem. Nem csak a gyár létesítésére, hanem üzemeltetésére is vonatkozik. Tehát úgy fogalmazzuk meg, hogy egyetértenek a debreceniek azzal, hogy olyan gyár létesüljön vagy üzemeljen, amely. És aztán folytatódik a kérdés. Pontosan azért, hogy egy esetlegesen az időhúzás miatt menet közben rohamtempóban megépített üzem működését is megpróbáljuk a lehető legnagyobb eséllyel megakadályozni vagy leállítani. Hogy ilyen átlátszó időhúzó trükkökkel nem tudjanak minket kicsinálni. Még január 20-án vagy 21-én, vagy február elején azt gondoltam, hogy egy átengedett, jóváhagyott záradékot népszavazási kérdés, az aláírásgyűjtés, és majd a népszavazás az elegendő lehet annak az építkezésnek a megállítására, vagy megállításához, amit látjuk egyébként zajlik. Január 20-án azzal a süket dumával kábítottak mindenkit ott azon a elég parás hangulatú közmeghallgatáson, hogy saját felelősségére kezdte el a kivitelező a kivitelezési munkálatokat. Mindenki gondolja végig a saját életét, mindenki intézett már építés ügyeket, kisebbeket, nagyobbakat. Önök szerint szerintetek hány százezeres vagy hány milliós bírsággal sújtanának minket, ha saját szakállunkra egy kerti klozetet elkezdenénk építeni, bővíteni, felújítani, átalakítani, térkövezni, bármit, a saját tulajdonú, saját többszörösen megadóztatott pénzünkön nagykeservesen megvásárolt ingatlanokat? Akkor aztán mindenki jönne. Még a légierő parancsnokságát is bevonnák az ügybe, az űrkutatási hivatal, és mindenkit megbüntetnének. Ha ilyen magas aranykoronájú termőföldeket beépítenénk be, az összes létező szankciót a legmagasabb szinten, a legmagasabb fokozatban alkalmaznák ellenünk. Érdekes, egy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnál hirtelen mindenféle mentességi szabály előkerülhet, és az a pofátlan érvelés, hogy saját felelősségére megkezdtek. Hát nyilvánvalóan ez a saját felelősség ez olyan, hogy a kínaiak teljes biztatást kaptak, nem is feltétlenül annyira Debrecenből, mint inkább Budapestről és Pekingből. Nyugodtan csináljátok, ez már le van zsírozva, le van vajazva, majd ezeket az elégedetlenkedő lakosokat elhallgattatjuk meg, úgyse lesz ebből semmi, csináljátok nyugodtan, nem megy kárba a pénzetek. És ez a további, már nem is tudom, hanyadik oka annak, hogy próbálják a kérdéseket elfektetni, ha leáll az egész történet, az nagyon sok milliárdos bukó lesz a kínaiaknak. Mit mondanak a kínaiaknak akkor, hogyha bekövetkezik a számukra legrosszabb, számunkra meg legjobb forgatókönyv? Arról már nem is beszélve, hogy az egésznek van egy sokkal szélesebb összefüggése, amiről eddig én sem beszéltem még. Talán azért, mert mindig annyi gondolat kavarog a fejembe, hogy egy-két fontos érvet mindig kifelejtek, de most nem felejtem ki. Nem tudom objektíve bizonyítani az állításaimat, könnyen lehet engem majd azzal gyanúsítani, hogy persze a szárnyal a fantáziám, meg túl gondolom. Nem gondolom túl. 4 milliárd amerikai dollár hitelt az én legjobb tudomásom szerint tavaly ősszel a magyar kormány felvett a kínaiaktól. Legalább 8-10 milliárd dollárnyi hitel tárgyalása folyamatban volt már akkor, az én legjobb tudomásom szerint. Vagy ki tudja mennyi. Valószínű, hogy az, hogy a vas és acél országa után, ahelyett, hogy élelmiszeripari nagyhatalom lennénk, amit a Mi Hazánk szeretne. És éppen akkumulátor nagyhatalmat akar itt látni a miniszterelnök, az összefügghet azzal, hogy további kínai hitelekre fog szorulni az ország, mert különben az államcsőd réme fenyegethet. Vagy, ha később úgy gondolják, hogy az uniós tagság meginog, akkor adott esetben egy átmeneti kisegítő, vagy akár hosszabb távú finanszírozás is nyújthat Kína. Magyarra lefordítva, az eddigi nyugati függőségből majd a kínai függőség felé tartunk. Az pedig már külön pikáns, hogy a papíron antikommunista szólamokat hangoztató Fidesz most éppen a kínai kommunista párt kegyeit keresi. Hát ez aztán igazán érdekesé teszi ezt a történetet, hogy nagyon nagy előszeretettel szembesítik a politikai ellenfeleiket az önmeghasonlással. Hát akkor ez micsoda? Akkor ez micsoda, ha nem önmeghasonlás? Úgyhogy nagyon nagy a tétje annak, ami Debrecenben történik. Azért ezt próbálja átlátni a szélesebb összefüggésektől, a legközvetlenebb debreceni helyi összefüggésekig mindenki. És amikor itt már nagyon sok 1000 milliárd forintról beszélünk, nagyon sok milliárd amerikai dollárnyi hitelről, egy átfogó hitelnyújtási segítségről, akkor higgyék el nekem, hogy minden létezőt be fognak vetni. De mi? A jogorvoslati úton az új kérdés benyújtásával, és egyébként más, minden olyan támadható intézkedésnek, határozatnak a megtámadásával, bírósághoz és egyéb hatóságokhoz való fordulással fogunk segíteni, ami csak tőlünk telik, és amit el lehet követni ebben az ügyben, azt elkövetünk. Annak érdekében, hogy példás vereséget szenvedjen az az állami akarat, ami pofátlanul a választók bizalmával visszaélve, meg a saját hatalmával visszaélve, itt mindent át akar tolni, azért lehet hallani azért különböző szimpátia megnyilvánulásokat. Én még anyázást nem hallottam, hogy itt bárkit zavar, hogy itt vagyunk, de ilyen szimpátia dudálásokat annál többet már a 3-4-2-es ideérkezésemtől kezdve. Úgyhogy van még jó néhány olyan elem a tarsolyunkba, amit nyilvánvalóan megfelelő időben jelentünk be, és még egy fontos dolog. Tehát én azt hittem, hogy egy eredményes aláírásgyűjtés és egy népszavazás elég lesz. Én azt gondolom, hogy miután számukra is az előbb említett tényezők miatt nagyon nagy a tét, nagyon magas a tét, nekünk is több szólomon kell játszani, és nekünk is meg kell emelni a fordulatszámot. Ezzel arra gondolok, hogy valószínűleg csak akkor lehet sikeres a népszavazás mellett, meg a népszavazás kierőszakolása mellett ez az egész, hogyha ilyen, sőt az eddiginél, meg a jelenleginél lényegesen nagyobb létszámmal folyamatos demonstrációkat, törvényes erődemonstrációkat tartunk a gyárépítés helyszínén, ahhoz minél közelebb, mert ez a hatalom csak és kizárólag az erőből ért, semmi másból, épp ezért kell nekik erőt felmutatni. Köszönöm szépen!